Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatod. Ricskeszt. A műsor az NKH támogatásával készült. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskeszt legújabb adásában, ahol a vendégem Barni a hétköznapi csalódásokban. Szia! Sziasztok! Nagyon örülök, hogy eljött és leültünk beszélgetni. Szerintem a Lacival, a menedzseretekkel vagy 3 éve tervezzük ezt az adást, ha nem több, de az biztos, hogy már az előző József Attila lemeznél is beszélgettünk rajta, most a második József Attila lemeznél, és most végre sikerült összehozni. És a beszélgetés egyik apropója lesz majd, ugye a 33,5 koncert, vagy 33 és 1 negyed, nem is tudom. 33 és 1 negyed. 1 negyed, igen. Ja, a Pi miatt. Oké. Jó, gondolhattam volna. Igen, valami túlpisság van benne. De van egy csomó dolog, amiről érdemes most beszélnünk. Hát van új lemez, azért így történnek az események körülöttetek. És szerintem, vagy legalábbis nekem az jön le, hogy most nagyon pörög a zenekar. Hát inkább pörgünk a próbaterembe, mert most ugye nagyon készülünk a születésnapi műsorra, de úgy igazából ugye a nyár az nekünk már egy ideje nem olyan aktív időszak, mert hát annyi fesztiválon azért nem veszünk részt, vagy nem hívnak olyan sok helyre ilyen fesztiválokra, ezért van 4-5 ilyen koncert nyáron, és akkor inkább ez az őszi időszak lesz, amikor mindig próbálunk ezekkel a klubbulikkal egy kicsit beindulni. Csak arra értettem, tudod, hogy azért a lemezhez is készült már több klip. Ja, hát ebben a szempontból abból tényleg húzós volt, mert hál' Isten a sok támogatásnak, ezért a tervezetnél is több dalra tudtunk klipet forgatni, úgyhogy ezzel elment egy csomó idő, az biztos. Ugye ti a lemezeket közösségi finanszírozással csináljátok. Igen. Most ezt nem is tudom, útkés beszéltük, hogy talán az utóbbi 3 lemez így készült már. Igen, annyi biztos. Az utolsó 3 szerintem is, igen. Hogy azért, nem tudod, gondoltatok, hogy ez a forma ennyire be fog jönni nektek? Hát én nem gondoltam semmire, ugye ez a Lacinak az ötlete volt, de hát egyszer felvetette, ugye ő abszolút viszi ezt a dolgot, mi is nem is nagyon szólunk bele ebbe a dologba, úgyhogy örülünk neki, hogy bejött a számítás. Hát gondolom nektek is könnyebb azért így. Sokkal persze, hát ez így nem is tudom mekkora segítség. Hát végülis mindig azt mondom, hogy olyan hobbi zenekar vagyunk, ugye, mert hogy mindenki dolgozik, hogy örülünk neki, hogy vissza tudjuk termelni azt a pénzt a zenekarba. Tehát nem úgy működik, mint egy normál hobbi, hogy csak költesz, hanem valami visszajön belőle, és ez jó. Soha nem tudtátok, vagy akartátok meglépni azt, hogy a zenekar legyen a főállásotok? Nem. Hát én szerintem az nem is lenne, az már nagyon ilyen punk, tudod, hogyha mondjuk. Mondjuk úgy, hát most nem akartam mondani, hogy tankcsapda vagy valami, mert nyilván más szint, csak az nem tudom, hogy mennyire férne már bele, mondjuk így ideológiailag, vagy nem tudom. Úgyhogy azért főállású punk, tudod, ez kimondani is furcsát. Mondjuk így belegondolva tényleg, tehát hogy meg aztán tőletek végképp nem várná az ember, tehát hogy azért így szerintem ez a zenekar többek között ugye azért is tudott megmaradni egy ilyen unikum a hazai zenei életben, hogy azért úgy nem nagyon keveredett önellentmondásokba szerintem ez alatt a 33 és 1 negyed év alatt. Hát örülök, ha így gondolod, ez is egy cél. Hát figyelj, nem tudom. Te máshogy látod? Egyáltalán nem. És azért mondom, hogy pedig aztán nem vagyok kifejezetten a zenekar rajongója, vagy a zenekarnak a drukkere úgymond, de rendre rá kell jöjjek mindig, amikor így beszélgetek olyan barátokkal, ismerősökkel, akik meg mondjuk nagyon szeretik a zenekart, hogy pont azért, mert ilyen konzekvens, pont azért mindenképp elismerésre méltó. Köszönjük szépen. Ugye itt adás előtt mondtam neked, hogy szeretném, hogy kicsit beszélgetnénk az új lemezről. Szerinted milyen lett a lemez, illetve a koncerteken hogy vette része, hogy reagáltak az új dalokra? Hát eredetileg a koncepcióm ugye az volt a József Attila lemez után, hogy ez egy kicsit ilyen profánabb, nyersebb, keményebb hangzású legyen, ne használjunk benne mindenféle ilyen hangszereket, ami annyira nem illik, és
Hát, hogy ehhez képest még mindig nekem egy kicsit dallamos lett a végkifejlet, mert mégis nem tudok kibújni azért úgy a bőrömből direkt. De azért ugye van pár nóta rajta, amit hál' Istennek jól is vesz a közönség. Gondolom valamelyiket inkább a szövege miatt. Nem mondok címet. Igen, valószínűleg mindenki sejt, hogy a Vinylen a B oldal első daláról van szó, többek között. Ugye mondod, hogy zeneileg kicsit keményebb, vagy egyszerűbb, nem is tudom, hogy fogalmaztál, dalokra törekedtél. Azért a József Attila lemez az elég rendesen meg volt hangszerelve, tehát az engem kifejezetten meglepett egy-két helyen, hogy azért az már ilyen, most vicceljük el, egy kicsit progresszív punk volt, nem? Hát ez most a Mikinek nagyon jól esne, mert ezt a progresszív vonalat nagyon szereti, de igen, és hát ennek valószínűleg az egyik oka az, hogy nagyon sok idő is volt rá, tehát ez a lemez, ez több mint 2 évig készült, olyan szinten, hogy mondjuk neked volt olyan dal, amit 8-szor cseréltem ki, hogy nem jó, ez nem illik rá, nem az a szövegvilágot nem adja vissza, vagy valami, és akkor tényleg volt az a legtöbb mondjuk, de tényleg volt, hogy 8-szor cseréltem egy egész konkrét számot le. És ugye ez máskor, ugye mi ebbe is különbözünk, mondjuk egy ilyen, mondjuk teszem azt a Prospektor, hogy megértünk egy dalt régen, ugye akkor nem volt igazán ilyen szűrő. Megértük, feljátszottuk, lemez. Aztán lesz, amilyen lesz, tudod, és igazából talán 50-ből egyre mondta azt a Feri, hogy ne csináljuk meg, mert vagy nem tetszik neki, vagy nem, a hangja nem nagyon passzol hozzá, vagy valami, úgyhogy igazából amit dalt megértem, abból mindig lett egy szám. Aztán ugye, vagy szar lett, vagy valamivel jobb. És ugye ennél József Attilánál meg azért nagyon-nagyon-nagyon sokat tudtunk dolgozni egy dalon. És ez még a próbákon is, tehát most elviszek egy alapötletet a próbára, ugye mindenki hozzárakja a kis saját dolgát, és akkor azok is még sok-sok próba alatt azért alakultak, hogy nem lenne jobb, hogyha mondjuk itt az lenne, nem ez, és akkor átalakítottuk. És mondom, ennyire sokat még soha nem írtunk egy albumot, mint ez a József Attila volt. Remélem hallható is azért. Hát figyelj, határozottan, tehát hogy én ott lettem Alan Druckerből szimpatizáns kis túlzással, tudod, és hogy így ez a törődés, ez József Attila személyének szólt, vagy pedig szimplán ezért, mert most ennyi idő volt, és volt időtök pepecselni vele, ezért próbáltátok minél inkább ugye színesre csinálni. Hát ez nagy részt inkább az időnek köszönhető, mert most hál' Istennek, most tényleg a zenekarban mindenki szereti a József Attilát, illetve a munkásságát, és most, hogy ennyi idő volt rá, így azért alakulgattak is számok, én most nem tudom, hogy mondjuk, látod, ez a lemez például, ez szerintem fel annyi idő se volt. Összemondjuk, nyilván egyszerűbb is sok szempontból. Igen, de talán ez a szövegvilág, ami ezen van, ehhez meg inkább ez illik, nem? Igen. Ott szerintem kifejezetten jó jött ki bizonyos daloknál az, hogy kicsit túlírt volt a zene, úgymond. Már hozzátok képes nyilván. Ja, persze. Ugye itt mondod, hogy volt, amit csak megírtál, felvettétek, aztán vagy szar lett, vagy nem. Van olyan lemez, amit ma már abban a formában nem csinálnál meg? A lemez biztos mindig megcsinálnám, csak valószínűleg rövidebb lemezek lettek volna. Tehát, hogyha megírok egy lemezt, vagy csinálok egy lemezt, én sose tudom, hogy ebből most valami sláger lesz, vagy egyáltalán koncerten fog-e működni. Ez mindig az idő dönti el, és ugye én is, hát nálam ugye úgy működik, hogy míg írom a dalt, addig már a végén már hárótom van. Tehát amint kijön a lemez, tehát meghallgatom egyszer a lemezt, és utána már vagy jó, vagy nem, tudod, és akkor már ilyen felejtős. De biztos, hogy hát például a közönség elleni izgatásból biztos levettem volna pár számot, akár még a Ria-Riából is egyébként.
Mit vettél volna le? Kíváncsi vagyok. Mi az, ami ma már nem menne át a szűrődön, ha csak ennél két lemeznél maradunk? Hát most látnom kéne a számlistákat, de például ilyen Kankó, Tripper, Vérbaj, meg ezek a nóták nem biztos, hogy annyira azt mondanám, hogy erre feltétlenül szükség van ezen a lemez. És megütött a filmet valami, amin megmondom őszintén, hogy csodálkozom, hogy mikor írod a dalt, akkor nem tudod, hogy sláger lesz-e belőle. Nyilván nincs gomba, amit megnyomsz, és akkor instant slágert írsz, de nem szoktál ráérezni, hogy mondjuk egyik vagy másik dal biztos, hogy húzni fog koncerten? Nem, például, jó, most erre például a legjobb példa, hogy most a Commandante ugye az egy olyan dal, amit minden koncerten el kell játszani, a Stones Gatnója, vagy mit tudom, nem tudom, mit mondják, és amikor a Johnny-t írtam meg, akkor hát nem is tudom, hogy melyik számra gondoltam, hogy na, ez most, ez szerintem, ez tuti sláger lesz, kutyát nem érdekelt az, tehát nem is játszok a koncerten, és tudom, hogy szenvedek, vagy valami, nem tudom, melyik. Gondoltam, hogy jó kis pörgés, vagy valami, és akkor az majd biztos jó működik, egyáltalán nem. Egyébként csak, hogy mondtad a Stones-nak a Gatnója, mikor a Gróf Balázsnak, ugye közös barátunknak mondtam, hogy jöttök adásba, akkor még ugye úgy volt, hogy valószínűleg a Feri is jön veled, akkor mondta, hogy na, jön a pécsi Jagger Richards páros, tudod. Ugye Balázs annó írt egy picsa könyvet, azt nem terveztétek kibővíteni, aktualizálni? Dehogy nem, sőt, már mondanám, hogy már egy hát a pandémia óta már, hogy kész állapotban is van, ugye a második 15 évről volt terv. Az íróját most elfajtottam a nevét, de ezt majd vett ki, léci. Majd meg kifeliratozzuk. Most valamilyen nem ugrik be a srác neve, de az egész ez meg úgy indult, hogy a Pécsen itt játszottunk a nappaliba. Nem. Játszottunk egy születésnapi koncertet a Szabadkikötőben, és a nappaliban volt valami afterje az eseménynek, és ott szóba került valaki, valamelyik ilyen szimpatizáns kérdezte, hogy nem akarunk-e könyvet írni azóta eltelt időről, és mondta Feri neki, hogy hát dehogy nem, de hát kírja meg, és mondta, hát én. És akkor így lettél a szerzője. És elvileg, ha nincs a pandémia, akkor lehet, hogy már meg is jelent volna, de igazán most nem tudom, hogy hol tart ez így. Szerinted visszavetett titeket a pandémia? Hát, erre nem, annyira konkrétan nem tudok igen, se nemet sem mondani, mert ugyan elestünk egy pár koncerttől, ugye nyilvánvalóan, de hát mint minden más zenekar. Tehát ez hát inkább jó, arra jó, hogy akkor lehetett ide dolgozni akármint. Jó, de hát ez pótolt az állam nektek a raktárkoncerttel, nem? Aha. Ugye itt annak, hogy túlságosan belemennénk, mert azért ez egy elég jó dokumentált történet, az utóélete annak a videónak azért a YouTube-on az elég meredek szerintem, meg a nézettsége, minden ilyesmi. Számítottatok rá, hogy ez ekkora durranás lesz utólag? Ment a ti verziótok persze. Abszolút nem. Igazából sem. Tehát az egész egy olyan nonsense dolog volt, vagy ilyen nagyon-nagyon furcsa, hogy ez pont egyébként az október 24-én volt a felvétel, az a születésnapom. Úgyhogy nekem egy ilyen külön kiemelt esemény volt, és az egész olyan szürreális volt, az egész a beléptetéstől kezdve, ahogy kezeltek minket, egyébként nagyon rendesek, tehát az ottani stúdiósok, vagy akik ott pakasztott, mindenki nagyon normálisan állt hozzánk, büfések is, sőt, volt, aki zenekar szimpatizánsa is volt közülük, úgyhogy ott semmi panaszunk nem lehetett egyébként ott a körülményekre. A gondok akkor kezdődtek, amikor elindult volna ugye a felvétel, és akkor jött ez a póló incidens, meg ugye a koncert lement úgy, ahogy lement, ugye, és akkor hát aki tudja úgyis, hogy mi jött ki belőle. Plusz még a
kis András bohócunknak a kis megverése volt, még egy ilyen olyan tözönge, amit tényleg nem értettem. Nekem az egészben egyébként az volt nagyon furcsa, hogy ezt a raktárkoncertet engedik úgy lejátszani, ahogy mi lejátszottuk volna ott, szerintem 500 nézője nem lett volna ennek az egésznek. Ez annyira, tehát egy hangulattalan valami volt nézők nélkül, olyan, nem is olyan éreztem jól magam ott, mert olyan volt, mint egy üres teremnek kell játszani. Most igaz, hogy 20 ember tudott be lehetett vinni, mint ilyen közeli, akik, de akiknek tilos volt tapsolni, tilos volt bármit csinálni, csak ott ültek, tudod, és nézték a mondjuk egy kordokumentum, vagy nem tudom, hogy ez utólag miért lesz jó. De ilyen, nagyon-nagyon steril és hangulattalan volt az egész, és ezt gondolom le is jön. Tehát aki azt nézte, az nem azt mondta, hogy úristen, de jó ez a, mit tudom én, picsa vagy, de jó ez a felvétel, meg hú, de kár, hogy én nem láttam ott, hanem hát ez nincs. Attól nem féltetek amúgy, hogy valaki esetleg pont amiatt áll belétek, most ha nem lett volna az egész mizéria körülötte, hogy kvázi ugye annak a segítségét fogadjátok el, akit kritizáltok? Hát, hogy most nem tudom, ez mennyire ez az egész úgy indult, hogy ugye a Laci végig kérdezte a zenekarjait, hogy ki mer beleállni ebbe a dologba. Uh-huh. És ugye volt, aki azt mondta, hogy hát ő ebből kimaradna, mert nem akar ilyen zűrt maga körül, de hát ugye mi meg mindig azon a véleményen voltunk, hogy az antireklám is reklám, pörögjön a név, mindegy, hogy milyen szinten, figyelj, tudod, ezt hadd menjen. Én nem érzek ebbe problémát, tehát ugye itt ezt én megvitattam már pár emberrel korábban is, hogy én, mert ugye, hogy az olyan, mint amikor itt valaki, most mondok valamit, mondjuk szídja az államot, és utána pályázik NK a pénzre, a klip, egy klipre, vagy egy lemezre. Persze nyilván lehet ez véleményes, meg ez az, de ettől függetlenül, tehát mindenki adott a lehetőség. Tehát most elestetek értele X darab fesztivál koncertről, beválogattak titeket, tehát ugye én nem érzek ebbe problémát. Hát ezért. Igen, meg ez is furcsa, hogy ezt nem ellenőrizték le, hogy azért ilyen baki ne történhessen meg, hogy egyszer csak mi is ott vagyunk ebbe, gondolom, vagy nem számítottak rá. Valószínűleg mi se. Lehet mondom, hogy ott, amikor ez a dolog kiderült, akkor jött a Laci, és mondta, hogy belemerünk állni ebbe a dologba. Hadd menjen. Utólag volt, hogy érzed szerinted? Utólag se bánjuk. Volt? Igen, igen. Nézd, aki nem szereti a zenekart, az úgyis talál valamit, amivel minket vagy kamcsik vagyunk, vagy elfogadjuk a pénzt a raktát. Tehát mindig van valami, amiért lehet baszogatni. Amúgy ez egy érdekes kérdés, amit mondtál, és kíváncsi vagyok a válaszodra, mert hogy ezt tőled nem kérdeztem meg, amikor az újság mellé, vagy a lemez mellé csináltuk az újságot, de a Feritől ugye megkérdeztem, hogy ugye ez állandóan felhozzák nektek ezt, hogy komcsik vagytok. Szerinted ki lehet ezt egyértelműen jelenteni a picsára, hogy komcsi? Hát aki ezt mondja, az valószínűleg nagyon keveset tud a zenekar. Hát most nyilvánvalóan most a rajtunk kívül a zenekar tagjai nem is éltek abba a rendszerbe, és nem úgy jöttünk össze egy kis gyűlésen, hogy egyértelmű, hogy itt azért, tehát annyiban érzem én ezt jogosnak, hogy néha komcsiznak, mert ugye a Ferinek van ez a Kádár mániája, ő nagyon szereti azt a rendszert, ami akkor volt, nyilván a hibáit eltekintve, de azt a névköztárs, az a 70-80-as évek, inkább a 80-as évek, hát már ez a legvinávabb barak jellegű részt, tehát az ő véleménye az, hogy még mindig az a legigazságosabb élet volt, mondjuk egy egyszerű munkás számára, mint azóta is, meg azelőtt. És érdekes, hogy ugye, amikor ezt tőle kérdeztem, akkor ő például elég konzekvensen rávilágított a rendszernek bizonyos hibáira is, és meg is lepődtem rajta, hogy egy elég árnyalt összetett választ adott, és ugye nem volt, mint hogy te is tudod, hogy igen, megérted, meg persze valahol jogos hát, is. Hát, ugyanakkor azért ez az a baj, hogy ezen még lehet vitt, tehát ez valamit azért elmond a
jelenlegi, meg az elmúlt rendszerekre, most akár itt a Fidesz nézem, hogy az MSZP-t bármit, hogy még lehet erről vitatkozni, hogy a Kádár. Amúgy igen. Tehát ez akkor biztos lehet benne valami, de mondom, én nem érzek nosztalgiát az a rendszer után sem, meg ezt az egészet fölöslegesnek is tartom, mert én inkább előre szeretnék nézni, mint hátra. Tehát... És arról mi a véleményed, hogy van egy olyan vélekedés, hogy főleg pont ugye a Kádár korszakban alakult zenekarok, vagy ugye abban a korban élt zenészek kapcsán szokott az rendre előkerülni, hogy amikor ugye főleg mikor titeket komcsiznak, hogy hát tehát egy magyar punk zenekar nem lehet kommunista, mert ugye hogy a Kádár rendszer. Hogy a magyar punk nem lehet kommunista, mert hogy itt volt 45 évig megszállás, azt hiszem, de így volt megfogalmazva. Ezt teljesen meg is értem egyébként ebből a szempontból. És hát ugyan elég a CPG-t nézni, vagy az a rendszer mit művelt velük, de hát nem csak vele. Hát tehát ez a politika, amit ott folytattak, ez a úgymond ifjúságpolitika, aminek ők nevezték, az hát ez egy rendesen egy elcseszett dolog volt. De mondom, a Feri, hát ugye akkor ezek szerint elmondta neked. Abszolút, és sokkal jobban el is tudja mondani, mint én. Nem, figyelj, persze, csak hogy ugye mivel te ezt akkor az újságban nem tudtad elmondani terjedelmi korlátok miatt, kíváncsi voltam a te véleményedre is, meg hogy azért ezt a műsort, ugye ezt a csatornát nagyon sok olyan ember követi, aki nem feltétlen mondjuk a zenekar rajongója vagy szimpatizása, de például pont múltkor egy sok vitát kiváltott adás alatt jelezte valaki, hogy ha lesz veletek műsor, akkor biztos, hogy meg fogja hallgatni, meg kíváncsi rá, és ezért is merek olyanokat kérdezni, vagy ezért is kérdezek olyanokat, amit mondjuk máshol nem biztos, hogy fognak, vagy mert miért ne? Tehát, hogy így... Persze. Ugye azért is érdekelnek ezek a dolgok engem, mert amióta jobban elmélyedtem a zenekar munkásságába, és úgy többször találkoztam Ferivel, többször beszéltem vele sokat, meg úgy az új lemeznél is odafigyeltem a szövegekre, azért nem ennyire fekete vagy fehér ez nálatok szerintem se. Tehát, hogy azért tényleg így van, hogy te mondod, hogy azért elég felületesen kell ismerni a zenekart, az valaki ezt így egyértelműen rás is. Persze. Hát most gondolj bele, ott van a Brüsszi Balázs trombitás. Ez mindenki 20 éve fiatalabb nálunk, tehát közök nincs, nem, tehát a politika is körülbelül annyira érdekli, mint mit tudom én, most akarok példát mondani, de a Miki is, tehát a Miki hangszerének él, tehát ő tényleg az dobbal kell fekszik, tehát őt más nem is nagyon foglalkoztatja, csak hogy az agyában is majd takja elmegy éjjel-nappal. A Balázs ugye hivatásos zenészként működik. A Tibi ugyanúgy fiatal, sőt rendőr, ugyanúgy rendőrként dolgozik. Tehát itt azért nem... Tehát itt a politika az inkább azt mondom, hogy a zenekarnak kell valamiről szólnia, mert ugye hogy valaki nem is tudom ki mondta, hogy ugye politika nélkül a punk az pop. Tehát azért valaminek... Mégis. Én valahol ezt alá is írom egyébként. Igen, jó meglátás. És ebből a szempontból nem bánjuk, hogy ilyenek a szövegeink, de mondom, teszem, hogy én lennék a szövegíró, akkor valószínűleg a focira több dal szólna, mint a politikára. Van-e olyan magyar punkzenekar szerinted, aki sokkal többet érdemelt volna? Hát most mindjárt kezdhetjük a CPG-vel, mert ugye az most ugye a Toxicon látszott, ami egyébként számomra kicsit érdekes is volt, mert ők is már egyszer a 2000-es években újra alakultak. 2003-ban, igen, talán valahogy így. Ugyanem ezért akkor, nem is tudom. Nem tudom, de és akkor így járkálták az országot, meg csináltak pár koncertet, és valahogy nem volt meg az érdeklődése, vagy én nem tudom mi volt, de az úgy sokkal halványabb dolog volt. Emlékszem, a Csolnoki koncertről kb. 30-an voltunk. Igen. És akkor hát ebben jó például a Horváth Laci, hogy egy ilyen dolgot kitalál, bepromózza, és ez lesz a végeredmény, ott a Toxicon ott van több ezer ember, és hát ott álltam mellettük, mielőtt mentek fel a színpadra, hát ők voltak a legjobban meglepve. De annyira aranyosak, tehát ez a ilyen gyermeké, tudod, úristen, látod, hogy
hú, meg de jó lesz, akkor meg mit tudom, és akkor mentek föl, és tényleg jó volt. Hát a főtött, akkor még ezek a pekinszká tagokkal kiegészülve, az egy frenetikus buli volt, és a mostani is teljesen jó volt, amit most hétvégén adtak. Úgyhogy ők azt mondom, hogy most kaptak vissza valamit abból, ami igazán járt volna nekik már régóta. Mert valamelyik nap társaságban beszélgettünk, és akkor ugye rám írt a Szilia Macskanadrágból, hogy van neki a másik zenekar, a Déli Sárk, és hogy lesz egy közös buliuk november 21-én az Üveges Csirkeszemekkel. Igen, meg keresett engem is a Makár Zsolti, ez az egyik szervezője, az Üveges Csirkeszemeknek volt a gitárosa, hogy részt vennék-e, vagy akár beszállnék-e zenélni ezen a bulin. Hát most abban maradtunk, hogyha lesz időm, akkor ha nem is zenélni, de hát azért a bulira. Nem tudom, hogy hol lesz, meg semmit nem tudok róla, csak hogy ennyit említett még. Hú, talán a Riffbe, de ezt most... De így tehát annyira meglepődtem rajta, hogy ugye az a zenekar újra, ha csak egy bulira is, de aktivizálja magát, és így pont ugye a CPG-t, meg őket szoktam mondani én, amikor mondom, hogy hát azért ők sokkal többet érdemeltek. Igen, igen. Pedig hát annak idején még pont beszéltünk a Tamással erről, hogy kérdezte, hogy hát még emlékszek el meg. Tehát mondom, persze, még a tévében, a Magyar Egyen volt a Hullaszilva, ja, az a Népdal feladta, mennyire van meg. És akkor azt így még utólag így nosztalgiából még akkor gyorsan be is pörgettem én is a YouTube-on, és akkor végig néztem. Hát érdekes volt meg, hát az mikor 95-ös kb. Olyan. 94-es szemtelen. Hát akkor játszottunk talán egyszer-kétszer ott Miskolc környékünk közösen, de velük se volt nekünk ilyen, hát ugye azért egy közös koncert, egy Miskolci, meg egy pécsi zenekar között elég nehéz összeszervezni, úgyhogy... Ennek a bő 33 évnek mi volt az a pillanata, amikor azt gondoltad esetleg, hogy te ezt unod, nem akarod csinálni, és mi az, amiből mondjuk a mai napig tudsz erőt meríteni arra, hogy hát igen, te fel akarsz menni a színpadra? Hát... Talán annak, hogy nem is akarunk mi főállású zenészek lenni, részemről az egyik oka egyébként az, hogy én a koncertezést nem tudom megunni, mert az olyan, mint hogyha elmenni egy buliba. Ugyan nekünk nem kell, jaj, most ne igyel meg egy sört, mert akkor kicsit elmosódott lesz, mit tudom én, az álmol, vagy bármi, de úgyhogy hát tehát bulizni meg szeretek, meg mindig, és hogyha elmegyünk, akkor nincsenek kötöttségek, nincsenek elvárások olyanok, hogy nyilván magunk a szemben van, hogy azért ne fejjel bucskázunk le a színpadról, de azért meg tudjuk adni a módját annak, hogy jól érezzük magunkat az adott koncerteken is, és ebből a szempontból, hát részemről ez 90 óta változatlan, tehát hogy mindig örülök, hogyha találkozok barátokkal, ismerősökkel, haverokkal, vagy adott helyen, úgyhogy nagyon jót tudom érezni magam bármikor ebből a szempontból. Úgyhogy ilyen szinten mélypontot nem is nagyon mondanák, inkább pont ez a zeneileg voltam egy kicsit ilyen bizonytalanabb ezekben a közönség elleni izgatás idők voltak, amikor nem éreztem azt, hogy ezek a számok most olyanok, amit én inkább elvárnék magamtól, hogy csinálok. És van esetleg olyan dal, vagy olyan dalotok, ami ilyen rendszeres része a koncertprogramnak, de amit te kivennéd belőle? Hát ezen próbán szoktunk poénkodni, ugye, mert hát most az, hogy az ostobát, vagy a mesztelen részeget, ugye ez is olyan, hogy hát ezeket kérik, meg ha nem játszok, akkor meg nem tudom, mi van. Én a mesztelen részeget annyira nem kultiválom, mert sok benne egy pityi-pötyi részés, és azt meg azt általában mindig a koncert végén játszok, ugye, és addig azért néha lefolyik egy-két valami, és akkor elcsúsznak a hangok. Sok a szódavíz addigra? Igen, pontosan eltaláltad. Most is rengeteg fogy.
Azért kérdezem csak, mert hogy azért szerintem abból a szempontból különlegesnek mondható a ti pályafutásotok, hogy ha mondjuk megnézi valaki a Spotify-on a legjátszottabb dalaitokat, akkor nagyon-nagyon sok esetben vannak olyan dalok, amik mondjuk nem a korai időkben vannak, hanem mondjuk akár az elmúlt 10-15 évből. Tehát, hogy valahogy minden lemezre sikerül írnatok olyan dalokat, ami megkapaszkodik a koncertprogramba. Igen, ezzel egyet tudok érteni. Inkább nekem ez a problémám azzal van, hogy a többi szám meg mennyire alatta van mondjuk egy ilyen dalnak. Most szerencsére ezt a lemezt azért nem így érzem, de mondom, abban az időszakban akkor mondhatnám azt ilyen mélypontnak, hogy akkor éreztem legtöbbször azt, hogy hát ezt a lemezt 5 számosra csinálnám, vagy ezt meg 4-re, vagy valami. De ez azért, mert hogy szerinted sem jó a többi dal, vagy pedig azért, mert elsikkad? Hát szerintem is. Mert hogy tök érdekes, hogy most azt látom, ha mondjuk megnézzük a YouTube-on vagy a Spotin az új lemeznek a hallgatottságát, akkor persze van kilengés egy-két dalnál, de azért eléggé stabil. Igen, ez erre mondhatnám erre a lemeznek, hogy azért elég egységes szintet képvisel. Inkább itt csak azt kellett nézni, hogy ugye a próbák alatt, hogy melyik az, amelyik inkább koncerten, hogy jobban megmozgatja az embereket, ne legyen nagyon elvont, tehát a vége felé játszott dalok, most nem is tudom a címüket, de... Ehhez van puska. Jaj, fú, beszél. Na, csak itt van a végén, így ez a népek kóhója, meg a vége van című dalok, ezeket amúgy, mint dalokat szeretem, de koncertem meg... De a koncerten meg nem, tehát a koncerten például meg a most nyilván a Mocskos Fidesz mellett bármi elmegy, de például az A keresztény, ami is ilyen húzós, sokkal jobban egy koncertre való dal, mint mondjuk a vége van, teszem azt. Ugye érdekes volt, hogy nekem is puskezni kell a címet, látod, hogy az El Pueblo Unido elsőre ilyen nekem azonnal ilyen nagy szerelem volt, meg a Rock and Roll Párja Nigger. Azt mondta ugye a Feri, hogy fú, figyelj még, rákábilis dal is lesz rajta. És ott tök furcsa volt, hogy csináltuk az interjúkat, és nem küldte át a Laci a lemezt előre. Mondom, megkönnyítetted volna a dolgomat, ha igen, de mondom, majd valami lesz. És hogy tudod, mikor így hallgattam utólag, mondom, az meg tényleg, tehát hogy ilyen, persze nyilván voltak ilyenek előtte is, csak hogy most így valahogy, hogy így nekem ilyen nagyon eszenciális lett ez a lemez, hogy egy kicsit minden arcotokat felvillantjátok rajta. Hát így is van. Ha végignézed, ugye kérdeztem előbb, hogy volt-e ilyen mélypont, vagy ilyesmi, ha végignézed az egész karrierét a zenekarnak, akkor szerinted volt olyan, amikor úgymond csúcson voltatok, vagy pedig inkább most kezd a zenekar egy kicsit a helyére kerülni? Nem, hát én az, hogy tehát az, hogy a zenekar csúcson van, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor a legjobb a zenekar, mert ugye hát már olyan hosszú idő óta vagyunk már ebbe a világba, hogy ugyanúgy, ahogy a ruhákba mennek a divatok, ugyanúgy a punkzene is elő, hogy egyszer fönn van a punkzene, egyszer len van, egyszer fönn van, és ugye a 90-es évek, hát 95-7 között nagyon erős volt a punk mozgalom Magyarországon, akkor tényleg az volt, hogy Pécstől Miskolcra, Győrbe, az az utazó csapat mindenhonnan ment mindenhova. Ja, és akkor igen, és akkor nagyon-nagyon ment a punk zene, nagyon sokan voltak a koncerteken, és nyilván 95-ben nem tudtunk úgy zenélni a 96-ban sem, mint akár most, és születtek sokkal, de sokkal jobb dalok, mint amiket akkor játszottunk, de akkor meg a punk volt nagy, hát mondom, hogy divat volt a punk. És akkor az így szépen megy eget, leföl. Most nem tudom, hogy és nem tudom, én hol tartunk, valahol. Remélem, hát te hogy érzed? Hát úgy érzem, hogy talán feljövőbe van most. Most egy kicsit a hullám azon a részén vagyunk, hogy megyünk fölfelé. Tehát ma nincs mélypont, vagy valami, hanem elindult valami fölfelé. Talán lehet, hogy ez köszönhet egyébként ezeknek a
toxikoknak, meg ahol ilyen zenekarokat lehetett hallgatni, vagy mint most a hétvégének, hogy azért egy idősebb generáció is azért elég rendesen rámozdult erre a koncertre nyilván, meg hát a toxikon is azért hát az átlag életkor az nem a mondjuk a fishing, mert ugye ott is általában ott szoktunk lenni páran az együttesből, és hát ez nyilvánvalóan teljesen más közeg. Ugye egy, ha említetted a toxikot, emlékszem, hogy mondtad, mikor az újságot csináltuk, hogy mennyire várod. Hozta várakozásokat? Abszolút. Tehát igazából nem, tehát egy toxik nem is kell sokat várni, tehát azt mindenki tudja, hogy milyen zenekarok lesznek, ha mindegyik el tud jönni és lejátsz a műsort, akkor az nagyon jó. Aminek nagyon-nagyon-nagyon örültem azt, hogy minden zenekar rettentően jól szól. Tehát ez ott az ottani személyzetnek egy nagyon nagy dicséret, hogy nem volt olyan zenekar, akit hallottam volna, hogy egy kicsit is azt mondta volna, hogy ez nem, valami nem stimmel, vagy ez vagy szar, vagy a basszus nem hallta. Minden zenekar tökéletes volt. Voltak meglepetések is nekem, ezt a Rikers-t például nem is nagyon ismertem. Aztán a végén eljátszották ugye a Never Walk Alone-t, a Liverpool-t, és a himnusztől, és akkor nekem már így végleg belopták magad a szívembe. Előtte lehetek volna bármilyen rosszak, nem? Tehát így megkapták volna a tüdös pontot. De épp ezt mondom, hogy úgy szóltak, hogy nem az, hogy olyan fűsüketítően hangosak legyenek, hanem olyan szépen szólt minden zenekar, hogy tényleg le a kalappal, akik ebben részt vettek. Ha már egyébként itt szóba hoztad, ugye a Never Walk Alone, meg ugye akkor már egy Liverpool. Azért most kicsit jó magyar Liverpool szurkolnak lenni, nem? Hát most a Dominik miatt feltétlen egyébként pont ezen a CPG napon volt egy Liverpool meccs, és az egyesületünknek is közgyűlése volt, és a díszvendég volt a Dominiknek az édesapja, és az edző, aki előadást is tartott, sajnos arra lemaradtam, a meccsre értem csak oda, de az is egy nagy élmény lehetett végighallgatni, meg hát nyilván most én nagyon drukkolok a Dominiknek. Egy kicsit az, amennyire itt el van hype-olva ez az egész, így ugye a magyar sajtótól, ez egy kicsit nekem annyira nem tetszik, de drukkolok neki, hogy minél, hát most eddig amit csinált, az maximálisan elégedett mindenki. Hát még lehet is szerintem, tehát azért. Persze. Hát ezt senki, én is azt mondtam, hogy még az elején, hogy hát biztos idő kell neki, mert azért ezt a tempót megszokni, ami ugye a Premier League-ben van, azért hiába játszott a Lipcsőben, azért ahhoz képest is egy óriási szint különbség, és ahhoz képest mondhatni, hogy elsőre megugrott olyan szinten, hogy egyben a hónap játékosa lett, ugye meccsről meccsre van a legjobbak között, úgyhogy maradjon így, és akkor mindenki boldog. És akkor a következő lemezre lesz egy szabaszai Dominik. Így van. Hát a Ferivel akkor meg kell küzdeni. De ha mondjuk azt nézzük, hogy megy a zenekar 33 éve, szerinted mennyi ideig lehet ezt csinálni? Mennyi van még ebben a zenekarban? Hát én úgy gondolom, hogy az egészség megvan, addig kb. Lehet csinálni, meg amíg úgy gondoljuk, hogy érdemes csinálni. Vagy örömet okoz inkább, tehát azt mondom, hogy amíg minden nap élvezetten nyúlok a gitárhoz, és próbálok valamit kitalálni rajta, addig jó. Az is kérdezem, csak tudod már, hogy ugye tipikus, hogy nyugdíjba kéne menni, most nem nálatok, hanem hogy egyébként, amikor ugye egy zenekar már ennyi ideje van, akkor az még jó volt, ez már nem, az még jó volt, ez már nem, és tudod, mondjuk mindig eszembe. Igen, mindig az előző volt. Igen, mindig eszembe, hogy a UK Subs mondjuk, hogy az öreg Charlie-nak sem mondta még senkit, hogy fia, abba kéne hagyni. Tehát, ez már nyomja egy ideje. Hát igen, hát meg itt a Watt is látod, túl van egy-két hát figyelj, súlyosabb eseten. Szerintem, hogy a színpadon fog meghalni. Hát sanszos egyébként, mert nem úgy tűnik, hogy nagyon abba akarná hagyni, meg hogy pihenőre fogná, és igazából neki se kéne már nagyon tolni ezeket a dolgokat, amiket azért mindig magához vesz, és azért ez nem segít. A sok szóda végül. Igen. Ha már ugye így
ezeknél a klasszikus punkzenekaroknál tartunk. Ugye nekem mondtad az újságos interjúban azért, hogy te nem csak ilyen zenéket hallgatsz meg, hogy nem csak a régi jóba vált kedvenceidet hallgatod. Most éppen mi van a lejátszási listádban? Hát azt kell mondani, a legtöbbet biztos a Viagra Boys van, az Eminem The Sniffers-t, az Interrupters-t, amit még sokat hallgatok. De most például Manucsa koncerten voltunk nemrég, úgyhogy hogy most újra elővettem, mert ezt már egy ideje nem hallgattam, de most megint szarrá hallgatom. Akkor Dubioza Kollektív, ugye, ami volt Veszprémben, az is nagyon-nagyon jó koncert volt. Elég zsenik. Igen, hát hogy az tudnak szórakoztatni meg, hát ez tényleg egy ilyen, mondjuk mindig azt mondom, hogy ilyen buli zenével könnyebb azért, mert ez tényleg olyan, hogy nekiállnak és első percre kedve, és nagyon ötletes, tehát én nem volt, tehát elszoktam az első koncertem, és ez a bevezető szövegük meg nagyon sokat megtanulnak magyarul, tehát mindig az adott ország nyelvén gondolom betanulják és nagyon sokat, tehát nem az, hogy köszönöm. Tehát nem ez a szinten, hanem komplett mondatokat mondanak, és nem egyet, nem kettőt, nem hármat. Tehát ilyen látszik rajtuk, hogy rákészülnek minden egyes koncertre, és hát a koncert meg általában zseniális is, gondolom. Meg egyébként elképesztő emberiek, tök érdekes, hogy 2009-ben voltunk kint Boszniában nyaralni, igen, és akkora volt, nem tudom melyik lemez volt akkor az aktuális, ami van a Walter, meg ezek, ugye ezt akkor megvettem ott, aki bementem a helyi CD-boltba, és kérdeztem, hogy mi a helyi menős, ez. Megvettük Szarajevóba, hazafelé hallgattuk, tök jó volt, és a 11-es lemezt, a Wide Wide East-et, azt már vártam, ugye, hogy megjelenjen, és a Wide Wide East után csináltattam a Dubioza tetkómat, és mikor feltettem a Facebookra, hogy na, akkor új tetkó, stb., például a Basszeros a Vedrem bejelölt Facebookon, és megosztották a tetkót, ez az mindig, amikor következő magyar koncert lesz, akkor írnak, stb. Yeah. Tehát ilyen, emberiek nagyon, igen. Mennyien lehet a világban, aki itt ott. És itt tartják a kapcsolatot, ez azt, hogy abszolút szimpatikus a működés. Valószínűleg ez is az egyik oka a sikerüknek is egyébként, vagy az, hogy ők is maradtak emberek. Igen. És az, hogy tudom, hogy a Happy Machine-nál volt az, hogy mondta nekik a kiadó, hogy hát figyelj, így és így kéne, nem? Ez a lemez is meg ingyen letölthető, mint az összes többi. Aki akar, úgy is megveszi. Persze. Hát igen, szerintem már vagyunk is csak ez a gyűjtők. Tehát igen, az, hogy valaki CD-t lesz, mondjuk. Tehát ez már ki a fene hallgat, még tudod, még natán egy-két kocsiba tudod, hogy megy, de hát ki, nem is tudom, hát főleg hát a fiatalok, Spotify, tudod, hol van ilyen, hogy bedugok egy CD-t? Hát most lehet, hogy már többen hallgatnak, megint bakelített minden CD-t. Hát, mondjuk azt nem bánnám, mert tényleg is sokkal jobb minőség, mint egy CD. Te hogy hallgatsz zenét? Én fülesben vagy számítógépen általában. Tehát van, vettem egy viszonylag normális hangfal, párt, meg mély nyomót, és akkor az a szoktam általában van egy, mit tudom, 2000 akárhány szám a lejátszó, és akkor véletlenszerűen nyomom, és akkor megy mindenféle. Hát ez a leggyakoribb eset. Mi van olyan kikapcsolódás, hobbi, ami a zenekar mellett belefér, és szívesen űzöd? Nyilván a foci az ugye egyértelmű. Hát, hogy... hát, hogy a foci mellett? Hát, ha belefér-e még mellé valami? Hát szeretek bringázni is mondjuk a melóhelyre is általában, hogyha igazából egy másfél-két kilométer van az otthonom és a munkahelyem között, és nagyon szint különbség nincs, tehát ilyen nagyon kényelmes tekeréssel tudok menni ide-oda. Ezen kívül, hát nem tudom, a feleségem mindig túrázni akar vinni, az nem mindig van kedvem, főleg ilyen koncert másnapján, elmegyek valóban, de hát utazgatni viszont igen. Tehát engem az is nagyon kikapcsol, hogy beülök a kocsiba, és csak vezetek. Tehát a sokkal jobban kikapcsol, mint hogyha ülnék mondjuk az anyós ülésen, vagy hátul, és próbálnék aludni. Relaxáció? Vagy ilyen meditáció valahol? Hát nem is tudom, inkább ilyen
talán relax, mert az, hogy tényleg nem kell csinálnom semmit, igazából hallgatod a zenét a kocsiba, mész az úton, és 3 óra múlva valahol megállunk. Van kedvenc úti cél, vagy csak így bele a vakvilág? Liverpoolon kívül? Akár, igen. Hát, kedvenc úti célom van, a Machu Picchut szeretném megnézni egyszer még az életemben, azt valamiért úgy szerelmes vagyok abban a helyben. Megértem. De igazából meg mindig úgy vagyunk, hogy ha menjünk valahova, azért ugye a pénzt be kell osztani, és azért nincsen, hogy na most ide megyek, meg oda megyek, ha oda megyek, hanem nyilván ezt előre meg kell tervezni, hogyha van valami, és mindig Liverpool jön ki, mert dél kell egy meccsre vagy valami. Ó, ugye, ide kevés a pénz, de ide pont elég. Igen. Hát most már így a pandémia óta már egyébként nem sikerült még kijutni, mert ott is annyira felmentek az árak, hogy iszonyat. Tehát ahogy a pandémia előtt mentünk Liverpoolba, annak most a négyszerese biztos. Az, hogy és most az útról, meg főleg a szállások, hát azok nagyon felmentek, tehát ez ég és föl. Tehát nagyon, nagyon utána kell járni, mert repülőt még el tudsz kapni, hogyha jó előre megveszed, de akkor azt tudni kell, melyik meccsre kapsz jegyet, vagy tudsz kijutni, tehát ez elég ilyen komoly szervezést igényel egy ilyen út. Mi lesz ennek a 33-as, 33,1-es bújnak a különlegessége, ha lesz ilyen? Mi az, amire azt mondod, hogy már csak ezért megéri eljönni? Hát ezen még dolgozunk. Most egyelőre még ott tart a zenekar, hogy összeállítjuk azt a műsort, ami ilyen eszenciát ad az életünkből. Hogyha ez megvan, akkor egyébként ez most már napok kérdése és végleges lesz. Ha ez megvan, akkor próbálunk valami olyasmiken gondolkodni, hogy mivel lehetne kicsit ilyen bulisabbá, vagy kicsit más feelinget adni neki, mint mondjuk egy normál koncertnek. Mert ugye vannak azért a márciusunkban vannak a retro bulik, tehát ott egy retro buli, és most a retro buli meg egy szülinapi műsor között igazából talán annyi az eltérés, hogy ott meg az újabbakat nem fogjuk annyit játszani nyilván, de sok az átfedés benne. Tehát ezért gondolkozunk mi is abba, hogy legyen valami kis plusz, kis... De ezt még nem tudjuk, hogy mi. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Hát nagyon szívesen. És kicsit így megpromóztuk ezt a bulit is. A leírásba betettem a bulinak az eseményét, illetve a jegylinket, hogyha valaki szeretne jegyet váltani az eseményre és elmenni rá. Ott találkozunk, úgyhogy mindenképpen érdemes eljönni, már csak ezért is, meg azért megtudjuk, hogy mik lesznek azok a színesítő meglepetések, amiken most dolgoznak a srácok. Azt, hogy hol tudjátok követni a zenekart, az is ott van a leírásban, illetve az is, hogy hol tudjátok támogatni az adást, illetve a csatornát, hogyha szeretnétek, hallgassatok minket a jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok!